tüntetések kezdődtek az egész átalakítás ellen, és a különböző felekezetű szülők, tehát keresztények és muszlimok együtt tüntetnek. Our kids are suffering from witnessing things that they have never seen before. They don't know how to process it. They don't know how to understand it. School is for education, for learning about math, English, science, that type of stuff. Not for them to learn about other sex, you know. And they are just children. They shouldn't be learning about this stuff. And I believe that they should just leave the kids alone. Várom azt a pontot, amikor a muszlimokat fogják lenácizni, és a most történt meg. De úgy kollat, és a muszlimok majd összecsapnak ezekkel az ellentüntetők, és azt akarom látni, akarom, hogy ahogy Trudeau-nak el kell dönteni, akkor most melyik ujját harapja le. Ugyanis a maradi és végtelenül retrográd svájciak legfelsőbb bírósága úgy döntött, hogy náluk továbbra is csak két nem van, vagyis vannak nők, meg vannak férfiak. Nincs több választható opció. Sőt, ezt nem tudom, tudjátok-e, de ott van Gyerek Pride. Jugend Pride néven most. Ajjaj, most hagyjuk a best a műsort. Lejárt a műsor, menjünk! Nagyon gyorsan az infók, hogy mi hamarabb el tudjátok kezdeni nézni a videót. Két hétig le voltam tiltva. Végre most épp újra enged feltölteni a YouTube, de ki tudja meddig. Nagyon súlyos a helyzet, úgyhogy ha tutira szeretnétek velem kapcsolatban maradni, akkor gyorsan gyertek át a Rumble csatornámra. A YouTube-ra már amúgy is minden videóból csak a rövidített, cenzúra biztos változat kerül fel. Lent a leírásban megtaláljátok a közvetlen linket ennek a videónak a teljes vágatlan változatához és a Rumble csatornához is. Iratkozzatok fel, nincs cenzúra, a balos feljelentők hiába erőlködnek, lehet a valóságról beszélni, ez a mi közös csatornánk. www.rumble.com, de már nem csak weben tudod nézni, hanem az applikáció is elérhető. iPhone-ra simán az App Store-ból, Androidra pedig egy weboldalról tölthető le hivatalosan, ennek a linkjét is megtaláljátok lent a leírásban. És egy nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki már vásárolt a Hobbista webshopban, ezzel is segítitek a munkánkat, hogy még több új videót tudjunk nektek készíteni, és bemutathassuk a valóságot a média agymosással szemben. Folyamatosan megújul a kínálat, jönnek az újabb termékek, pólók, bögrék, táskák, törölközök mellett hamarosan érkeznek az autóillatosítók is. Ha még nem jártál a webshopban, nézz körül, nekem most épp ez a kedvencem. Ezzel tudjuk kiválóan bosszantani a Lipsiket, www.hobbistawebshop.hu, és kezdődjön a videó. Jó estét kívánok, ez itt a Politikai Hobbista. Szokásunk szerint Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és ha jól tudom, valamelyikük fodrásznál volt, de nem árulják el, hogy melyik. Jó estét. Tippeljék meg a nézők, hogy kin látszik, vagy kin nem. És itt van Szamosi Timi, aki még a szokásoshoz képest is elbűvölőbben vonul végig előttem. Köszönöm. Pörgés elmaradt sajnos, de hát most a nézőknek elnélkül. Próbáld meg, hogy a ruhája. Most jön az. Fehér a felső, az könnyű, az megvan. Na, milyen fehér? Milyen fehér? Hát az eszkimó, akiknek van 27 szava a fehérre, nem? Vagy a holem a hóra van egy csomó szava. Nem, fiúk, engedjétek el. Ők se tudjuk, hogy milyen kábelek lógnak itt ki mindenhonnan, meg mi ez a kis csatlakozó a kábelek végén. Úgyhogy ez valami áthallás és szexuális utalás volt? Nem, Isten nem osztotta a kártyákat, ki mihez ért. És nekem miért nem adott egyet se a kártyákból? Neked mást adott. Na, mit szólnátok, hogyha mondjuk a mai műsorban kivételesen nem elemeznénk a magyarországi ellenzék aktuális hülyeségeit, bár biztos, hogy a nézők részéről lenne erre is komoly igény, de még csak nem is az ukrán háborúval foglalkozunk, még ha a háborús pszichózis is sajnos továbbra is itt van velünk. Nagyon-nagyon tanulságos nemzetközi történéseket mutatunk be, amelyek talán nem is kapnak itthon kellő figyelmet, annak ellenére, hogy nagyon fontos dolgokról van szó. Ráadásul van köztük olyan, amelyik még némi reménysugarat is mutat a nyugati világot elborító sötétség közepette. Mondjuk az egyik sztori alapvetően inkább ijesztő lesz, és az esetleges pozitív kicsengés az csak a végén jön. Szóval arról van szó, hogy Kanada újabb lépést tett a totális orwellizmus útján. Ugye Orwell híres regénye az 1984, egy disztópia, ahol
nem csak hogy teljes mértékben irányítják az embereket egy ilyen totalitárius rendszerben, a beszédjüket, a gondolataikat, de ugye a gyerekeket is kollektíven nevelik, elveszik a szülőktől, és a gyerekek. Ugye a kommunizmust nagyon sokan joggal Orwell disztópiájához hasonlítottak. USA! Belekövettem, nem hallottatok, azt mondtam, hogy USA! Tehát a párt és az állam neveli. De nem jár, a párt és az állam neveli, és Ádám nem jár messze az igazságtól, az USA-ban valóban, de Kanada előrébb jár az USA-nál a kommunizmus megvalósításában, és ezt most meg is mutatjuk. E-mailben instruálták az ottavai iskolai körzet, az ottava ugye Kanada fővárosa, és ugye hozzátartozik a környező települések, tehát ez a legnagyobb iskolai körzet Kanadában, instruálták a tanárokat, hogy mostantól kizárólag a they, them névmást lehet használni minden egyes gyerekre. Ez most így magyarul olyan hülye hangzik, hogy mit jelent ez az egész, ugye angolul, nyilván az angol tudóknak nem mondok újdonságot, de ugye ez, ismerjük most már ezt az egész woke körületet, ugye, hogy van a him, egyes szám harmadik személyű személyes névmás, ugye az a he, van a nőkre használják a she, és van a semleges az it, és ugye ez a legújabb divat ebben a woke körületben, hogy mindenki maga dönti el egyrészt a nemét, a genderét, és ezzel együtt azt is, hogy ő milyen névmást vár el másoktól, hogy használjanak rá. Hát tehát ez amikor... volt eddig, mert most már a kanadai oktatási hivatal eldöntötte helyettük. Eldöntötte helyettük, pontosan. Tehát ezt a egyébként is elme baj, hogy hát ugye John, ő egy he, nincs mese. A Jane meg egy she, és ez a világ így és működik. Most úgy hivatkozunk rájuk, hogy ők. Tehát az egy személyre, angolul őkként hivatkozol, mert ez felel meg ez, a ez semleg, mutat, ez régebben is elkezdődött már, azért, mert emlékszem, amikor Amerikában iskolába jártam, már akkor volt ez, amikor, hogy they, de az nem azért volt, mert semleges, hanem hogy egyértelmű, nem azt mondjuk, hogy mi van, hogyha ezt írta valaki, és akkor ugye he vagy she, hanem they, hogy mindegy, hogy fiú vagy lány írta, nem teszünk különbséget a nemek között. Innen indult a dolog, de most már az van, hogy nem, hogy nem teszünk különbséget úgy, hogy amikor beszélünk róluk, hogy bárki lehetett fiú is, vagy lány is, hanem hogy nincs is fiú vagy lány, hanem csak they van, tehát most már az Ádámot is they-nek kell hívni. Aranyunk annyiba, hogy a légió nevezetű mutánson kívül senkire nem használhatjuk a they-t. Amúgy... Mert ugye neki rengeteg személyisége van. Jézus Mária. Jó, először én sem értettem. Nem, ez nem. Én még most sem. Nagyon belterjes. A másik meg az igazából, hogy volt egy srác egyetemen, aki megtrókodta ezt egész rendszert, mert ő kiválasztotta, hogy neki mi a személy, mi az ő megszólítása, igen, az ő identitása. Felség. És felségnek felség, hívatta magát, és aki nem így szólt, azt beparaszolta. Gyűlöletbűncselekményt követett el, igen, volt egy ilyen trollkodás, de hát Kanadában ezt már nem lehet, mert mindenkit they-nek kell hívni. Á, de hogy van lobby? És ez a lobby, ez azt is elérte, és szintén egy újabb, másik rendeletet is hozott az iskola körzet, vagy tankerület, hogy az óvodától kezdve az LMBTQ identitásokat be kell ágyazni az általános tanulási környezetbe. Ez nem vitatárgya, a részvétel nem opcionális. Hát a skótok megelőzték őket, ott ugyanis ez az egész woke ideológia már a nemzeti alaptanterv része. Tehát ott már tanítanak nekik LMBT történetet, a transzokat népszerűsítő könyveket beemelik a tankönyvekbe, és ami még nekünk volt, emlékeztek, ilyen felvilágosító óra, na most ugye mi fiú-lányokról hallottunk, beszéltünk, most már ott a kisebbségekről, a kisebbségek szexuális életéről is beszélnek. Azért milyen meglepő, hogy az nemzeti identitásukban bizonytalan népek találják ki ezt a nemi identitást, maguknak skótok, tudod, nagy nacionalisták csak éppen angolul beszélnek kizárólag, és hát ugye ők jutottak el odáig, hogy most már éves szinten a legutóbb azt olvastam, hogy már 200 környéki gyerek akar nemet váltani, és ott ugye 4 éves kortól felfelé, ott már mindenki maga dönt. Tehát bizony. Szorosan a nyakukból ott lihák Kanada, úgyhogy az egész állat. Igen, már a gyerekek már hivatalos eljárás nélkül, nem is a szülőket, nem is a szülőket, nem kell megkérdezni senkit. Ő úgy dönt, bemegy, és lesz egy orvos, mert az orvosokat meg erre ösztönzik, hogy igenis, ha a gyereknek bármi baja van, ja, biztos fiú helyett lány akarsz lenni, és megtörténik, és ez nem vicc. Minden gyereket szexualizálni kell már óvodás kortól kezdve. És akkor az olyan tantárgyak, mint biológia, természetismeret, majd megy minden a kukába, és ilyen természetellenes tantárgyakat fognak majd tanítani? Dehogy hát azért tudjátok, hogy ez most megjelenne nálunk, biztos, hogy nem hagynám, de nem csak én, hanem a többi szülőtársam sem. Nem tudná róla. Átkeresztelik. Fejlesztett biológiára, felsőfokú biológiára. Igen. Árja biológia. Társadalmi biológia. Társadalmi muci biológia. De egyébként Kanadában se hagyták, és ez itt a lényeg, azért mondom, hogy valami pozitív kicsengés is lesz ebből. Tüntetések kezdődtek az egész átalakítás ellen, és a különböző felekezetű
szülők, tehát keresztények és muszlimok együtt tüntetnek. Our kids are suffering from be witnessing things that they have never seen before. They don't know how to process it. They don't know how to understand it. School is for education, for learning about math, English, science, that type of stuff. Not for them to learn about other sex, you know. And they are just children. They shouldn't be learning about this stuff. And I believe that they should just leave the kids alone. Nagyon jól mondta, és ez a végszó, mert ez lett egyébként az egésznek a jelmondata. Hallgassuk is meg még egyszer. És együtt skandálják, de azért, ahogy ilyenkor lenni szokott, természetesen, és egyébként tök békések, elmondják a véleményüket hangosan, ahogy az jó van. De kik jelentek meg? Persze, hogy megjelentek az ellentüntetők is. Mi az a zászló? Figyeltétek amúgy, hogy a zászlón, abban mackó sajtban már van most egy kloáka is. Hát eleve most már átalakították, hogy a Pride zászlóban benne van a Black Lives Matter, Black Lives Matter. Nem egy cég, de hogy egy cég. Nem egy cég, de hogy egy cég. Nincs lobby, nincs. Egyébként azt megbeszéltük ugye előre a rendező, hogy majd akit röhögjük el magunkat, amikor nézzük ezt. Hát nem kellett megbeszélni előre, mert mindenki elrögte magát, amíg ment a bejátszó. Többiek még... Rózsaszín unikorn is kifejezetten tetszett. Az nem, az egy dinoszaurusz volt, nem ismeritek? Tényleg, dinoszaurusz. Nem ismeritek fel a hüllőket? Nagy baj lehet akkor. És mit skandáltak? Persze, nácik, menjetek haza. Érvük nincs. Náciznak. Mi más csinál? Várom azt a pontot, amikor a muszlimokat fogják lenácizni. És na, most történt meg. De úgy kollat, és a muszlimok majd összecsapnak ezekkel az ellentüntetők, és azt akarom látni, akarom, hogy Trudeau-nak el kell dönteni, akkor most melyik ujját harapja le. Ez nem véletlen, hogy a keresztény és a muszlim szülők most itt egymásra találtak, és az egyébként az ortodox zsidók ugyanígy gondolkodnak, ugyanis, hogy a három ábrahámi vallás, és ezeknek a vallásoknak az elkötelezett hívei azok, akik bibliai, illetve koráni alapon képesek szembeszállni ezzel az ideológiai agymosással is, ami történik. Mert itt ugye nem csak nem átalakításról van szó, az is elég rémes, de az egész az embereknek a gondolkodását, a normalitástól vallott fogalmakat megpróbálják teljesen megváltoztatni. Kívánom azoknak, akik ebben hisznek, igen, vallásilag hisznek benne, hogy az összes szekrényüket csak anyacsavarok tartsák. Ja igen, az is jó lenne. Én viszont ezúton minden LMBTQ személyt nagy szeretettel bíztatok, hogy mondjanak rögtön köszönetet a saját létezésükért is két heteró személynek. Viszont Kanada után azért kedvezünk egy kicsit a Kurznak is, egy jó kis németezéssel folytatjuk, mert a német hadügyi tárcánál szerintem most nagyon kotornak a fiókok mélyén, hogy előkeressék az úgynevezett Tannenbaum hadművelet terveit. Azt hittem az argentin útleveleket. Mert olyan történt Németország szomszédságában, amit egy ilyen modern és kifinomult nép, mint a német, ugye, amelyik ismét megtalálta magának azt a roppant hálás szerepet, hogy Európát vezeti. Na, egy ilyen nép ezt nem tűrheti el. Ugyanis a maradi és végtelenül retrográd svájciak legfelsőbb bírósága úgy döntött, hogy náluk továbbra is csak két nem van, vagyis vannak nők, meg vannak férfiak. Nincs több választható opció, bármilyen elmebetegségben is szenved a páciens. Azért nagyon jó bevezető volt, de azt pontosítjuk, hogy ezt a Tannenbaum hadműveletet, ha jól emlékszem, nem most csinálták, hanem 1940-ben, talán akkor is Egyesült Európát vezettek a németek, és akkor gondolták, hogy hát pontosítólag most nem vezetik Európát, mert Führer szó az nagyon rossz csengése van, most már csak az élére állnak. Micsoda különbségek, úristen, mint amikor a nem tudom, a horogkereszt az azovosok vállán egy megszelidült, és egy ilyen mosolygós polippá változott. Na, arra gondolsz, hogy csak hogy a nézők is követni tudjanak, hogy az ukrán neonácikat, akiknek a szimbólumait látjuk most. Hol látta neonácik? Szóval, hogy most már szeretni kell őket azért, mert ugye a gonosz Putyler ellen harcolnak. Tehát a Putyler, ő a Putyin, csak hogy a nézőink is értsék. Putyin-Hitler kombináció. Így, pontosan. Igen. Tehát igen, valóban, hogy ne legyünk teljesen belteresek, és reméljük, hogy most már mindent értenek a nézők, szóval, mert a korábban orosz nemzetiségűeket konkrétan gyilkoló Azov légió mára megváltozott. Már nem nevezi őket neonácinak a nyugati sajtó. De már az antifa sem.
Már az Antifa sem, már a New York Times-ban is hősként ünneplik őket. Jesse, ahol Jeszenszky... Ez egy márkizai, freudi elszólás. Ahol Zelenszky és az ukrán nép Nobel-díjra, Nobel-békedíjra jelölhetik, ott bármi előfordulhat, akár ez is. És a döntésnek konkrét oka volt, hogy egy lény, akit Julian néven nőként regisztráltak születésekor, de aztán rájött, hogy nem érzi magát sem nőnek, sem férfinak. Na hát, ellenben, micsoda meglepetés. Ellenben nem binárisnak nagyon is, a svájci bírósághoz fordult, mert nem bírta elviselni a hivatalos papírjain szereplő születési nemét. Az Aargaui kanton egyik bírósága Juliannek adott igazat, viszont a svájci legfelsőbb bíróság ezt a döntést felülbírálta. Tehát az történt, hogy a németek hiába próbálták Berlinből vezetni egész Európát, a svájciak úgy voltak vele, hogy a semlegesség náluk nem a gender semlegességet jelent, és így beintettek akkor Berlinnek, hogy csá. Igen, hogy a berlini döntések rájuk nem vonatkoznak. Punktum. Csak nehogy itt most a németek megdúlják magukat, és visszakérjék Svájctól az aranyfogakat, mert abban majdnem biztos vagyok, hogy az nem az övék volt. Az nem német szájakból lett. Hát ez most bármennyire levetünk, azok ott vannak a mai napig valószínűleg azok, amit oda húzva. Abszolút, de ott még nem tartanak. Az Operation Tannenbaum, az most még csak az előkészítés fázisában van, vagyis Julian kitart a saját igaza mellett, hogy ő gendersemlegesként született. Végén még Oroszországot is megtámadja. És ki kell javítani a születési anyakönyvi kivonatát, és az Emberi Jogok Európai Bíróságán támadja meg a svájci legfelsőbb bíróság döntését. Hát nem tudom, Strasbourg az mennyire van Közép-Franciaországban, de onnan terveztek támadni a németeknek. Giorgia Meloni megtudja, hogy neki is itt dolga lesz még a németek szerint, akkor itt még bajok is lehetnek. Szerintem az olaszok szemben a németekkel, ők tényleg megváltoztak. És egész biztos, az olaszok már akkor is... Akkor sem voltak annyira benne ebbe. Igen, az olaszokat nem lehetne rávenni most egy ilyen idiótaságra. Csak azért, hogy Juliannak gender semleges legyen a születési neme. Na de várjatok, akkor Svájc innentől kezdve már nem jogállam? Nem ám. De amúgy meg tök furcsa, mert hogy 90 óta Svájcban is működik ez, hogy állami szinten érzékenyítik a gyerekeket, illetve az embereket mennek be ugye hivatalból az iskolákba. Sőt, ezt nem tudom, tudjátok-e, de ott van Gyerek Pride. Jugend Pride néven most. Ajjaj. Most adjuk a best a műsort. Lejárt a műsor, menjünk. Egyébként tényleg mindjárt lejár, és nyilván Svájcot sem kerüli el az őrület, de ezek szerint a legfelsőbb bíróságnál még épp elmélyű bírák vannak. Hát igen. Persze, ez egy harc, tehát ez a küzdelem nem áll meg, de azért most egy nagyon nagy érték Svájc számára a függetlenség, mert ugye Svájc sem a NATO-nak, sem az EU-nak nem tagja, és Svájcnak van egy erős hadserege. És mindenkinek otthon fegyvere van Svájcban. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi!